Mindennek megvan az ára, de ezt viccből mondtam. Igazából nem volt még annak a karrierem történt, hogy fölkeresett volna valaki, és azt mondja, hogy tessék, itt van $1 millió, írjál nekem egy dalt 2 hónapon belül. Ilyen még nem volt. Ezek ismerősök, akiket az előbb említettél, Annával is, meg a Magas Negronnal is régóta ismerjük egymást, és akkor nekem nagyon sok szövegem van, és van, amit csak úgy véletlenül átküldök nekik, és akkor ők abból pont tudnak csinálni egy dalt, így is tud, de ünnepélyesen fogadom, ez a Pásztor Annás dal, ez nagyon sokszor megy a kereskedelmi rádiókba is, úgyhogy itt ezt jól eltaláltuk. Na most, hogy én abból igazából a dalnak az alapját egy gitárral, amit így megszereztem, azt odaadtam nekik, ami most a rádióból szól, az már egy zseniális produceri munka, úgyhogy az onnan van. Én szerintem lehet ezt a fajta úgymond bértolnokoskodást itt csinálni. Én nagyon élvezném is, és van most is egy csomó olyan tervem, hogy ki az, akiknek már biztos, hogy küldenék dalt, és most fogok is küldeni dalt, majd legyen ez meglepetés, vagy mondjam, hogy kinek. Már volt olyan is, hogy a Rúzsa Magdival is végül is nem vagyunk, tehát jó kapcsolat vagyunk, tök meglepő volt, egyszer egy fesztiválon találkoztunk, és mint egy régi ismerős úgy fogadott, és én is úgy meglepődtem, azért mégis ő ott, én meg itt, de hogy tök jó arc volt, és aztán föl is hívott, hogy Janóka, hallottam a Petőfibe számodat, nem akarsz nekem is így írogatni, majd írjam a Janóka, és akkor pár nap múlva átküldtem neki, remegve gyorsan összeraktam 5 számot, és akkor átküldtem neki, és mondta, hát az a 3-as, az tök jó, és így rimánkodtam, jaj, csak ne a 3-as legyen, mert az biztos, hogy az nagyon jó. Mondta, hogy de neki azt tetszik a Papírsárkány, és akkor azt a Kaukázus is elkezdte csinálni, és akkor mondtam Magdinak, hogy én hülye voltam, mert ezt nem mondtam, hogy azt már úgy elkezdtük, de nem csináljuk meg duettbe, és mondta, hogy hát neki a duett az most így annyira nem pálya, de hogy lenne egy népzenei lemez, és hogy az tök jó lenne neki ez a szám. Aztán mondtam, hogy na most 2 cég között vagyok, vagy a Kaukázusnak adom, amit már megígértem, vagy hogy így csináljuk meg, és akkor végül saját zenekart erősítem, vagy majd akkor megy a Magdinak, és akkor az meg egy másfajta karrier lett, és most úgy gondoltam, hogy a zenekart kell erősíteni, úgyhogy ez egy olyan lépés volt, de megígértem a Magdinak, hogy fogok még neki írni szuper, szuper, gyönyörű, szép dalokat, és azt mondta, hogy jó, elfogadja, és akkor most ez jelenleg zajlik. Nekem nem tudom, mi lenne a természetes közeg, vagy ez az egész emberiségre kiterjeszthető, mert erdőben nem akar lakni az emberiség, városokban meg már túlságosan kényelmes, ugye 7. emeleten az sem egy természetes közeg, akkor mi falvakba kéne lakni. És akkor igen, vannak ökológusok, akik azt mondják, hogy egy ilyen 80 és 120 fő közötti közösséget az ember agyba még át tud úgy látni, hogy azokat úgy kb. Követni is tudná a dolgaikat, és egy ilyen közösség, ami valamennyire önállátó, ez lenne úgy az ideális az embernek, mert úgy valljuk be azért, hogy így egy pontként létezni egy 2 milliós városban, az elég nehéz. Nekem legalábbis nehéz, van, akinek ez nem nehéz. Fiatalkoromban nekem is sokkal könnyebb volt, és imádtam ezt a pörgést. Most már azért vágyom arra, hogy tudjak nagyon egyedül lenni, és tényleg nagyon egyedül, akár napokig, nekem az tök jó. Ilyen persze nem nagyon van, mert mindig telefonok vannak, meg csörgetnek, de én azért kíváncsi vagyok a belső gondolataimra, és nem vagyok hajlandó föloldódni ebbe a nagy pörgésbe. Igen, gondolkoztam már ezen, hogy le kéne válni a szolgáltatókról. És egy érdekes sztorit akkor hadd mondjak ide, amikor jártam Indiába, akkor ellátogattunk egy zarándok helyre, nagyon-nagyon meleg volt, és nagyon-nagyon magasra kellett fölmászni egy barlangba, ahol annak idején egy jógi aszkézist végzett. Indiában nagyon sok ember van mindenütt, és nagyon-nagyon sok a koldus, és amikor megérkeztünk, akkor ott a hegy aljában volt 10, de inkább 15-20 ilyen kis szerkezet, egy petrencés rúd, amiben lóg egy kosár, gyönyörűen kipárnázva, és 2 ilyen ekkora csontsovány emberke viszi föl a turistát. És akkor, ahogy kiszálltunk az autóból, rögtön jöttek, hogy sir, money, föl, $10, mondom, $10, nem viszont, $10, az átszámoljuk mondjuk 3000 forint, és akkor én nagy büszkén mondtam, hogy nem, én gyalog megyek föl, és akkor fölértem a tetejre, és akkor jött a mester, kérdezte, hogy jöttél fel, mondom, gyalog. Azt mondta, hogy nincs $10, de hát van 10, akkor miért nem adtad oda annak a 2 embernek, neki az a munká, és nagyon sokat segítettél volna nekik, hogyha fölhozatod magad. Érdekes, nem?
És jó, nyilván a gázszolgáltatókkal nem lehet ugyanígy gondolkozni, de azért ez egy hideg ország, szóval itt 5 hónapon keresztül itt fűteni kell, lehet fát vágni, meg lehet izényi, most éppen konkrétan olyan helyen lakok, ahol fával kell fűteni, nincs gáz bevezetve, és tök jó, de hogy ezt, hogyha mondjuk a gyerekeimmel élnék, ülön élünk, de hogyha gyerekeim élnék, akkor nem biztos, hogy fával akarnék fűteni. Tehát, hogy valahogy ezt a fajta egyensúlyt szerintem érdemes lenne megtalálni, és ha már így van, akkor nehezen szívjunk, valahogy máshogy lehetne. Ezek a megújuló energiák, meg minden ebbe így hiszek, meg gondolkodok, de sose volt annyi pénzem, hogy tudjak venni akár egy ekkora napelemes gyűjtőt is, mert ezek óriási beruházásokat igényelnek. Én ahol tudok, inkább úgy változtatok, hogy beszélek az embereknek erről. Amin mi itt Európában vagy Magyarországon tudnánk változtatni, az szerintem az alkohol, meg a húsiparnak a kicsit ilyen nélkülözése, nézzetek meg filmeket, hogy élnek a csirkék, meg a disznók, amiket aztán megeszünk, és az én vagyok, meg belém épül, meg mit tudom én, szóval az így elég furi, de hát sajnos mi így ebbe vagyunk szocializálva, hogy disznót kell enni, meg a mangalica zsírt, és ez egy kicsit fárasztó tud lenni nekem. Tehát amikor nézem a tévét, és tudom, hogy mennyi pénzekből csinálnak, milyen gasztronómiai műsorokat, és akkor meg mindig arról van szó, hogy kimenjünk a Hortobágyra, a kivencjük a híd alá, és főzünk egy birkapörköltet, meg a sert is, akkor azt mondom, hogy ez egy iszonyatosan elmaradott kultúra, és hogy nekem ehhez mi közöm. Inkább azt tudom csinálni, hogy én minden nap akkor megyek a zöldségeshez, és akkor már 6. nap után rákérdezett, hogy te mindig ilyen zöldséghez? Igen, mondom, amikor lehet, akkor inkább ilyeneket eszem. Szóval, hogy ne a támadások helyett inkább valami szépen, csöndesen én a magam kis ügyét csinálom, amit gondolok, hitelesnek gondolom, és én jól érzem magam, de én nem akarok ráöltetni már senkire semmit.